Nincs mája, mint a csóri csukának. Fehér vármegyében, csórközségben van egy vendégfogadó, mely már Mátyás király idejében is megvolt. Annak idején egy olyan kocsmáros birtokolta, aki annyira szerette a csuka máját, hogy a vendégeinek sosem adott belőle. Sőt, azt hazudta mindenkinek, hogy a csór mellett fogott csukáknak nincs is semmi májuk. Egyszer maga Mátyás király is elvetődött a fogadóba, s mert igen megéhezett, sült csukát rendelt a kocsmárostól. Az tüstént ki is hozta a finom, ropogósra sült csukát. De ahogy a király nézi, nézegeti az étket, látja, hogy ennek a csukának bizony hiányzik a mája. Ő maga ugyan nem szerette a csukamájat, mert egyszer gyermekkorában látta, hogy két ember úgy összevitatkozott rajta egy kocsmában, már hogy kinek jusson ez a finom falat a közös sülből, hogy egyszer csak kardot rántotta, és leszúrták egymást. No, ezóta, mint mondom, nem igen szerette a csukamáját. Ám ami jár, az jár. Ezért aztán kérdőre vonta a csóri kocsmárost. Mondja csak kelmed, Hát hol hagyta ez a halamáját? Ó, felséges uram, füllentette az elvörösödve. Hát nem tudja felséget, hogy a csóri csukának nincs mája. No, erre már Mátyás király is megmérgelődött, hogy ez az arcátlan fickó nem átall a képébe hazudni. Aztán mond csak, kocsmáros, hát te meg nem tudod, hogy a palotai pálcának nincs száma? Amivel azt akarta mondani, hogy ha nem adja elő a csuka máját, bíz úgy megbotoztatja, hogy élete végéig megemlegeti. No, hogyan, hogyan nem, a kocsmáros szempillantás alatt előkerítette a májat, és nagy sűrű bocsánat kérések közepette feltálalta az ő felséges királyának, aki jó ízűen elfogyasztotta, mert hogy ezután ismét ízlet neki a csuka máj. A kocsmáros pedig megtanulta a leckét, s ezután mindig tisztességesen kiszolgálta a vendégeit, sose mondta többé, hogy a csóri csukának nincs mája.